19. alkalommal rendeztek birkózótábort a törökszentmiklósi és a környékbeli gyerekeknek. A birkózócsarnokon kívül a sportpályán és a strandon is tartottak edzéseket. Hogyan zajlik törökszentmiklóson egy birkózó edzőtábor? Hát én úgy gondolom, úgy, mint máshol is, a birkózó táborok, vagy egyáltalán a sporttáborok. Itt Törökszentmiklóson 4 hete van már, tehát 4 hetes táborok vannak évtizedek óta, így mondhatnám, hiszen jövő évben már 20. évfordulóját ünnepeljük ennek a nyári tábornak. Most a 19. évet tapossuk éppen. Jelen pillanatban, amikor ez a riport készül, akkor a 3. hetében vagyunk a tábornak. Az első héten voltak az óvodások, egy ilyen 25 fős létszámmal, a második héten azok a gyerekek, akik mennek iskolába, illetve akik már iskolások, de még második-harmadik osztályba járnak, ők voltak 27 fővel a második héten. Most jelen pillanatban vagyunk 55-en, és a tábor negyedik hetére pedig olyan 62 fővel leszünk. Tehát szép létszámmal dolgozunk itt a táborban. Milyen egy ilyen tábornak a napi rendje? Mikor kezdenek a gyerekek és milyen programok vannak? A tábor napi rendje ugye reggel 8, most mondjuk 3-8-kor kezdődik, hogy időbe is beleférjünk, minden programot meg tudjunk csinálni. A kisebbeknél ott kötelező úszásoktatás van, hiszen fontos, hogy elsajátítsák ezt a tudományt, mert egy kis lazítás jelent a birkózók számára mindig, hogyha át tudunk menni a strandunkra is, egy kis úszással is töltetjük az időt. Ebben most ezen a héten már a 3. héttől már nincs úszásoktatás program, itt ezek a gyerekek javarészt már tudnak úszni, aki nem, az meg majd felzárkózik, és itt is járunk egy óra hossz a strandon, reggel 3-8 évünk, akkor kint szabadtéri edzés, utána 10 óra ízünk, 10 óra után bent van egy olyan jó óra hosszás technikai edzés, utána a strandfürdő, utána egy ebéd után egy kis csendes pihenő, majd megint edzés, és megyünk haza, tehát így zajlik körülbelül egy napunk röviden. Tehát gyakorlatilag az edzés dominál, hiszen végülis ez egy edzőtábor. Hát egyértelmű, hogy aki kirándulni szeretne menni, azt nem hozzánk kell hozni az edzőtáborba. Ez arról szól, hogy egy kis felkészülés lehetőség biztosítása arra, hogy majd az őszi versenyeken tudjunk eredményesebben szerepelni, illetve ilyenkor a kondíciónkat egy kicsit tudjuk javítani, a technikai tudásunkat tudjuk bővíteni. Ez természetesen erről szól, és nagyon elfáradunk. Nem vagy egyedül, láttam már egyszerre több helyszínen is zajlanak a tréningek, kik azok, akik segítenek? Igen, pillanatilag úgy is mondhatom, hogy 4 edzővel dolgozunk, tehát rajtam kívül még 3 fő most segít. A Papsanyi, ő a kengyeli szakosztályt is vezeti, kengyelő is jöttek át gyerekek, ő van mellettem, ő segít nekem, illetve külön van a lányoknak a Godó Kitti vezetése alatt edzés, illetve a nagyobb fiúknak a Diák 1-es és Erdőlő korosztálynak pedig Sarkadi Peti tartja az edzéseket. Mivel záródik majd ez a tábor? Hát mindenképpen birkózó versennyel záródik, de ez a verseny nem akármilyenek hagyományai vannak, mert az elmúlt 19 év alatt minden évben rendeztük a hozzá kapcsolódó kis szabadtéri programot, illetve hát ilyen, úgy is mondtam, ilyen kerti parti jellegű, ahová eljönnek anyukák, apukák, szülők, gyerekek, kistestvérek, nagyon sokan leszünk, ez augusztus 8-a 14 órától kezdődik majd, és hát vasárnap reggelig tarthat, ki hogyan bírja, ez tábortűzzel, versennyel, főzéssel, egybekötött kis családi parti. És ha jól tudom, hagyományosan ilyen kintalvás, sátras, ittalvás is szokott lenni a terem környékén. Igen, ilyenkor már itt alszunk, a terem mellett nagyon szépen ki van alakítva a terület, és itt sátor táborra van lehetőség, amit majd 6-ától megkezdünk, tehát csütörtök este már sátrakat állítunk fel, amit vasárnap reggel bontunk majd el, ha az idő is úgy engedi, de remélem, hogy kedvező időnk lesz, bár nem szokott zavarni bennünket, akár esik, akár fúj, akkor is kint vannak a gyerekek. Ha pedig valaki nem bírja, akkor itt bent a teremben, a hatalmas szőnyegfelületen megfelelő alvóhelyet talál magának éjszaka. Kiváló eredményeket értek el a törökszentmiklósi atléták, nemzetközi, illetve országos versenyen is eredményesek voltak. Most érkeztem át tavaly a törökszentmiklósi diákatlétika klubba, és tudatosan készültünk az Európa-bajnokságra, ami előző héten zajlott Svédországba, és egy jó eredményt értem el, úgy érzem, mert 4. lettem a junior Európa-bajnokságon új egyéni csúccsal. Hát nagyon erős volt a mezőny, mert hogyha visszanézzük az előző Európa-bajnokságokat, már 55 méterrel simán a dobogón lehetett állni, most meg én 55-91-et dobtam, és az utánam következő, mert hogy az előttem lévő lengyel lány, ő 56 méterrel került a
dobogó harmadik fokára, és ennyire erős még nem volt a mezőny. Tudatosan ugye erre a versenyre készültünk, és jól sikerült a formaidőzítés, nagyon sok segítséget kaptam az edzőimtől, és ott volt velem az edzőm is, és sokat segített. Magyar bajnokságon vettél részt a közelmúltban, milyen eredményt hoztál? Hát a magyar bajnokságon második lettem egyéni csúccsal. Ez most nekem egy igazi nagy önbizalom dopping volt, mert ugye most egy hosszú évet, én legalább 2 évet kihagytam, aztán tehát így most sikerült átesnem a holdponton. Most már minden előre, tehát igazából most szeretnék minél jobb eredményeket elérni. Hát ugye az edzések, meg ugye az edzők, meg ugye az edzőtársak, tehát biztatása, meg minden, mint ugye minden sportoló életében, ugye elég nehéz a visszatérés. Ugye nekem is nehéz volt, mind fejben is, meg úgy vissza esnem a verseny ritmusába, hogy nem izgulok, meg nem görcsölöm túl ezt az egészet. De végén ezen így átestem, mondom, az edzők is, mint egy kis fejmosás azért volt, kellett, meg szükség volt rá. Aztán az edzőtársak is segítettek, meg ugyanúgy segítettük egymást, ugye Rékával is, általában ő junior, ugye én meg 23 vagyok. Nekünk a versenyünk általában egy időpontban van, tehát ugyanakkor dobunk, mert a két korosztály ugye együtt van. És ott is ugyanúgy nyugtattuk egymást, meg segítettük egymást, és ez így jó volt, tehát így, hogy visszatértem, tehát így megtört a jég, és most már tényleg úgy vagyok vele, hogy csak így tovább, így előre, tehát olyan önbizalmat adott nekem, tehát olyan jó volt így érezni, hogy igenis meg tudom ezt csinálni, meg azt érzem, hogy több is van bennem, és most ennek nézek így elébe, tehát ezt így várom már, és akarom, és csinálom. 43-23-at dobtam a magyar bajnokságon, ott még azért még bennem volt egy ilyen 45-46 métert, azért úgy még ki tudtam volna dobni, verseny végén éreztem, hogy még dobnék, és még több van bennem. Őszintén megmondom, tehát ami így bennem van, én nagyon szeretném még vagy idén, tehát nekem most ez az 50 méter, ez most nagyon bennem van. Ezt még így konkrétan, ezt így nem mondtam ki senkinek, se ez így magamban van, tehát ti halljátok először. Tehát nekem ez az 50 méter, ez nagyon bennem van, hogy az most így a cél, hogy az legyen. Lehet, hogy most kicsit így soknak hangzik az a 6-7 méter, de én úgy érzem, hogy bennem van, ahogy így látom az edzéseket, meg ahogy így az edzőimtől is kapom a visszaigazolást, ugyanúgy az edzőtársaktól is, tehát én úgy érzem, hogy bennem van. Május 17-én ünnepelte bajnoki címét a Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület, akkor még bizonytalan volt az NB1B-s indulás. Utána jártunk, mi történt azóta? Igen, amikor legutóbb beszéltünk, akkor nem tudtuk még, hogy pontosan, mert ugye egy magasabb osztályban magasabb feltételekkel kell számolni. Azt én akkor elmondtam, hogy nem tudjuk még. Június 30-a volt a határidőben, neveztünk NB1B-ben magasabb osztályba. 10 bajnokságban veszünk részt, 10 csapattal. Ebből ugye a NB1B férfi felnőtt, a junior magyar kupa, mely kötelező ebben az osztályban, serdülő és lemenő rendszerben az alsóbb korosztályok. Tehát megtörtént a nevezés, ez gyakorlatilag már biztos, tehát elindulunk. Magasabb osztályban magasabb feltételekkel kell számolni, ez értendő anyagi tekintetben is, hiszen ha belegondolunk csak abba, hogy 14 csapat van a NB1B-s bajnokságban, 12 van az NB2-ben, egyrészt ez, másrészt egész Kelet-Magyarországot behálózza, Óztól kezdve Nyíregyházán keresztül, tehát be kell járnunk, nyilván utazási költségben is sokkal többet jelent, és ennek igazából a legjelentősebb problémája ugye az volt, hogy az NB1B férfi felnőtt csapat működtetése a rendkívül nehéz, mert az utánpótlás korosztályok működtetése a TAO rendszeren belül megoldott, viszont azt kell tennünk, hogy előteremtsünk olyan szponzorokat, támogatókat, akik fedezik a felnőtt csapat kiadásait, és ezen dolgoztunk
az elmúlt hetekben. Jelenleg azt mondhatom, hogy jól állunk ebben a kérdésben. Több olyan céget kerestünk meg, amely azt gondoltuk, hogy lehetséges támogatónként jöhetnek szóba. 6-8 ilyen céget kerestünk meg. Nem volt mind sikeres a tárgyalás, illetve abban az értelemben sikeres volt, hogy olyat szinte mindenki megígért, hogy a TAO rendszeren belül segíteni fog bennünket. A szponzoráció kérdése nyilván teljesen más mindenki számára. Ebben a kérdésben is megállapodások előtt vagyunk már. Azt a kérdést tettem föl mindenhol, ahol tárgyaltam, hogy milyen formában akarnak bennünket segíteni. Névadó szponzorként, vagy háttérbe akarnak maradni, vagy kitűzzük a mezre az adott cégnek a logóját, vagy bármilyen formában. Na most ennek a eldöntése még hátra van, hiszen mindenhol össze kellett hívni a tanácskozást, és meg kellett beszélni, hogy ilyen feltételnek hogy akarnak megfelelni, még nem tudjuk. Egy biztos, hogy mindenkinek, akivel beszéltem, még egyszer mondom, nem volt mind sikeres, szándékában van segíteni bennünket. Tehát azt gondolom, hogy az a feltétel, amit ugye úgy fogalmaztunk meg, hogy a felnőtt csapat támogatása jelenleg jól áll. Nagyon sok helyen elmondtuk, hogy mi elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy a jelenleg már nálunk játszó játékosok legyenek, alkossák a csapat gerincét, akik ugye törökszentmiklósiak, itt laknak, innen származnak. A másik része szétnél, igen, szóval sajnos azt nem lehet, hogy csak egy NB1-B-s csapat csak a városi sportolókból kerüljön ki, mert ezt nem tudjuk megtenni. Egyrészt azok a fiúk, akik tőlünk elmentek az elmúlt években, hiszen 2011 és 2014 között nem kevesebb, mint 7 játékosunk igazolt el tőlünk utánpótláskorú játékos, 96-os és 98-as születésű fiúkról van szó, akik tehetségük következtében eligazoltak tőlünk, ezt én magam is segítettem őket NB1-es egyesületekhöz. Most őket szeretnénk hazahozni. Ebből már kettőt mondhatok, a Holló Alex és a Kolodi Dávid már nálunk játszik. 2-3 olyan játékos is képbe került, akik nem törőszemiklósiak, de mindenképpen szükség volna a csapat megerősítésére. A szakmai stáb lényegesen nem változott. Nyilvánvalóan először is a Szorosa Krisztián marad a felnőtt csapat edzője, hiszen az elmúlt évek sikereinek ő a fő kovácsa, tehát bizonyítja a szakmai hozzáértését és elhivatottságát azok a sikerek, amelyeket csapataival elért, tehát marad. Egyébként is jó kapcsolat a játékosokkal, tehát úgy gondolom, hogy nincs ok változtatásra. Lemenő rendszerben szinte minden szinten marad, viszont a felnőtt játékosainkat szeretnénk bevonni a utánpótlás nevelésbe. És itt a Polgár Bandira gondolunk, elsősorban a Bencsik Zolira, akik már rendelkeznek edzői képesítésekkel, és a utánpótlás korosztályukban mindenképpen szeretnénk az ő munkájukat is igénybe venni, és ezzel is megalapozni a Székács jövőbeni utánpótlását. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk az NB1-hez. Köszönjük szépen, és azt remélem, hogy a Miklós TV, mint egy fontos kommunikációs eszköz, segíteni tud bennünket abban, hogy mindenki megismerje a Székácsot az NB1-ben is.